Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. A holnapi nap folyamán egy meleg front, hétfőn este pedig egy hideg front éri el a Kárpát-medence térségét. Viszont hétfőn a késő délutáni órákig még enyhébb, melegebb léghullámok érik el térségünket. Emiatt holnap a délnyugati területeken 16 fokot, hétfőn pedig szintén a nyugati-délnyugati tájakon 22 fokot is mérhetünk. Az előttünk álló esti éjszakai időszakban erősen és közepesen felhős időszakokra készülhetünk. Jelentős mennyiségű csapadék nem érkezik, viszont kisebb záporok kialakulhatnak. A minimum értékek többnyire mínusz 4 és plusz 5 fok között mozognak majd. Holnap napközben változóan felhős égbolt valószínű, így hosszabb, rövidebb napos időszakokra országszerte számíthatunk. Továbbra sem kell nagy mennyiségű csapadékra készülni, szintén csak kisebb eső, záporok tarkíthatják időjárásunkat. A Dunántúl térségén többfelé 14 fok körül lesznek majd a csúcsértékek, és a délnyugati területeken 16 fokot is mérhetünk. Viszont a keleti tájakon ennél pár fokkal hidegebb idő valószínű, északkeleten többnyire 10 fok alatt lesznek majd a maximumok. A rákövetkező napon pedig a nyugati-délnyugati tájakon akár 20-22 fokot is mérhetünk, ezzel pedig megdőlhet a meleg rekord is. Viszont hétfőn este megérkezik az említett hideg front, mögötte fokozatosan megvastagszik majd a felhőtakaró, és a késő délutáni esti óráktól kezdve a Dunántúl térségén többfelé kialakulhat majd kisebb eső, illetve záporok is. Jelentős lehűlés nem hoz magával az említett hideg front, látható, hogy szerdán, illetve csütörtökön már ismét 17-20 fokot is mérhetünk, viszont többfelé erős, viharos lesz a légmozgás a következő napokban. Köszönöm a figyelmüket! Viszontlátásra!